Tisztelettel köszöntöm a biztos urat, illetve a sajtó megjelent érdeklődő munkatársait. First of all, I would like to welcome the commissioner and also the representatives of the press. Augusztus 1-jével kaptam meg a megbízatásomat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Fejlesztéspolitika Magyarországi Felügyeletére, úgy, mint a miniszterelnökséget vezető államtitkár. As of August 1st, I have assumed my responsibilities to oversee the work of the National Development Agency and overall the area of development as the State Secretary responsible for the oversight of the structure of funds. És az első probléma, amivel találkoztam, a 2007-2013-as magyar fejlesztési ciklus legnagyobb pénzügyi problémája volt. And then the first problem that I had to solve was probably the greatest problem that the Hungarian government faced in regards of the financial planning period 2007-2013. Szeretném megköszönni Hahn biztos úrnak és munkatársainak a korrekt, higgadt és konstruktív tárgyalást. I would like to extend my thanks to Commissioner Hahn as well as his team for this negotiation regarding this problem, which has been very correct, fair and constructive. Úgy gondolom, hogy az elmúlt egy hónapban sikeresek voltunk. I think we can say that we have been successful over the course of this past month to resolve these problems. Ma egy tisztességes megállapodás született. And what we have arrived at today is what is we consider a fair agreement. Amely segítség hazámnak Magyarországnak. Which is a great assistance to my country, to Hungary. Magyarország elfogadja az Európai Bizottság 5%-os korrekciós javaslatát. Hungary is ready to accept the Commission's proposal for a 5% correction. Az úgynevezett mérnökügyben. In the issue that is related to the registration of the engineers. Amely 15 programunkból 10-et érintett. Which has affected 10 out of the 15 running operational programs. Két oka van, amiatt elfogadjuk a korrekciót. There are two reasons for which we decided to accept this correction. Az egyik, hogy a korrekció pénzösszegét, amiben a korrekció kerülni fog, ez nagyságrendileg 230-250 millió euró lesz, ezt föl tudjuk használni, ez a mai tárgyalás egy fontos eredménye, tehát nem veszítjük el a korrekció összegét sem. One important reason which has come out as a result from today's discussion is that we will be able to reuse the amount of the correction which is estimated to be between 230 and 250 million euros. So Hungary is not going to lose this amount. De máshol fel fogjuk használni ezt a pénzt. We can reuse and reutilize these funds in other areas. És ezzel a korrekcióval, ez a második oka annak, hogy elfogadjuk ezt a megállapodást, ezzel a korrekcióval mintegy 2 milliárd eurót fogunk megmozdítani Magyarországon. And the second important reason for us to accept this correction is that after the correction we can mobilize 2 billion euros for Hungary. Az Európai Bizottság kész Magyarország rendelkezésére bocsájtani ezt a 2 milliárd eurót a korrekciót követően a következő hetekben, illetve a következő egy hónapban. And I'm saying this because the European Commission committed itself to make available these 2 billion euros after the correction has been made, which is due to happen in the coming weeks or in the coming month. Ez az ország fejlődése szempontjából kiemelkedő nagyságrendű összeg. From the point of view of the development of the country, this is a considerable amount of money. És ez a megállapodás és a korrekció elfogadása úgy gondolom jó befektetés Magyarország részéről. So this agreement and accepting the correction is considered as a very good investment for Hungary. Ma tárgyaltunk arról is, hogy 2013-ban Magyarországon hogyan lehet az Európai Uniós források elvesztésének a kockázatát csökkenteni. Today we have discussed other issues as well, and with special emphasis we discussed in what way Hungary can reduce the risk of decommitment in 2013, that is the risk of losing European funds. Hahn biztos úr jelezte, hogy a bizottság és az ő csapata kész segíteni Magyarországnak. And Commissioner Hahn has made a very welcome commitment to provide assistance to Hungary, assistance by himself and by his team.
Ezért konkrétumokról is tárgyaltunk, amelyek segíthetnek abban, hogy jelentősen csökkentsük a forrásvesztés kockázatát. So we have discussed some specific opportunities to help us reduce the risk of decommitment. Nyugodtan mondhatom, hogy most már a magyar minisztériumi és fejlesztéspolitikai munkatársakon múlik az, hogy az előbb említett 2 milliárd euró mikor érkezik Magyarországra, és hogy mekkora lesz a forrásvesztés. And I think I can safely state that at this point in time it is up to Hungary's ministry and the staff of the ministry as well as the development policy staff to ensure that these 2 billion euros arrive to Hungary in due time and that the risk of decommitment will be reduced. A harmadik témánk pedig a partnerségi megállapodás volt. The third topic that we discussed was the partnership agreement. Ahol számunkra a legfontosabb, hogy a 2014-20-as időszakban a magyar fejlesztési pénzek, amit az Európai Uniótól kapunk, azok gazdaságfejlesztésre menjenek. For us, for Hungary, the main priority with regard to the period between 2014 and 20 is to spend European funds in the most important, with the most important emphasis for economic development. Várhatóan a pénz 60%-át fogjuk gazdaságfejlesztésre költeni. So it is expected that 60% of these funds will be spent on economic development. Ennek a tartalmáról és részleteiről készek vagyunk egyeztetni. We are ready to enter into discussions with the Commission as to the specific content of these overall chapters. És tiszteletben fogjuk tartani az Európai Unió prioritásait. And of course we will take into account the priorities of the European Union. Hát fejlesztés politika területén úgy gondolom egy korrekt és fair megállapodás született ma. So I think in the area of development policy we have arrived at what we can consider a fair and constructive agreement. Mely segíteni fog Magyarországnak a fejlődésben. Assist Hungary in achieving development in the economy. A fölzárkózásban. And in catching up. És nagy lehetőség az országnak. And also this is considered as a great opportunity for the country. Még egyszer köszönöm Hahn biztos úrnak ebben a személyes közreműködését. And I would like to thank Commissioner Hahn again for his personal involvement in this. És most már a miniszterelnök úrnak és a miniszterelnökségnek kell a kollégáinkból kikényszeríteni azt a munkát, ami Magyarországon föltétele az eredménynek. And it is now up to the Prime Minister of Hungary and the office of the Prime Minister to make the staff work and achieve the results that we expect of them. Köszönöm szépen. Thank you very much. Mr. Hahn. Thank you.